Magyar hangok. Tóth Enikő. Szabó Sipos Barnabás. Balázs Ági. Kautsky Armand. Orosz Helga. Rékosi Károly. Lux Ádám. Varga T. József. Selmeci Roland. Kristóf Tibor. Acapulco akciócsoport. Női megérzés. Hogy felbukkant a célpont, és már is tüzeltél. Ijesztő volt, mi? Több, mint felelőtlenség. Az lehetetlen, hogy a szemeddel ilyen gyorsan bemérted volna. A szememnek ehhez semmi köze nincs. Megéreztem, mielőtt megláttam volna a célpontot. Jó, de honnan tudtad, hogy az volt az igazi, nem pedig a gyermekét sétáltató anya? Női megérzés. Ebből elég volt. Egész életemben ezt hallom. Ha egy nőnek bármikor szerencsésen alakul valami, a magyarázat mindig a női megérzés. Ez nem is igaz. Akkor magyarázd el. Rendben. Bárki képes megérezni dolgokat. Ez nem csak a nőkre vonatkozik. Csak a nők, mivel érzékenyebb lények és inkább eszerint élnek, alkalmasabbak az e fajta üzenetek vételére. Micsoda? Nem én találtam ki, hanem a kémelhárítás. Az a teóriájuk, hogy az a nő, aki a megérzéseire hallgat, sokkal hatékonyabb, mint a leghatékonyabb férfi ügynök. Úgyhogy neked teljesen befellegzett. Ashley csak azt állítja, hogy ha hallgatsz a megérzéseidre, akkor egy század másodpercnyi előnyöd van, és kész. Én meg azt mondom, hogy ez a női megérzés dolog nagy humbug. Ez nem igaz. Bizonyít be. Oké, látod ott azt a pasit? Aha. Remek. Mostanáig meg sem mozdult, ugye? A megérzésem azt csúgja, hogy teljesen oda van azért a fehér bikinis lányért. Ezt meg hogy bizonyítod be? Amikor a lány elmegy mellette, be fogja húzni a hasát. Tényleg? Akkor miért nem akarsz feltenni 10 pezót? Fogadhatnánk. Benne vagyok. Ne, ez már ne. Ez nem női megérzés, hanem logika. Ne is próbálkozz utólagos okoskodással. De logika. Figyelj csak meg, az a szürke nő ott a pultnál most rendel egy italt. Nem is próbálkozik vele, hogy fizessen, mert kivárja, amíg az űrge felajánlja, hogy meghívja. Továbbá a megérzésem azt súgja, hogy az űrge felajánlja, hogy fizet, de a nő közli, hogy tartsa meg a pénzét, és kifizeti a saját italát 10 pezonnal, mi lesz? Ez a beszélgetés egyre elvarázsoltabb, úgyhogy inkább valami tudományosabbat csinálok, mondjuk képregényt olvasok. Muris dolgokból fogsz kimaradni. Az bizony nagy kár. Na, ugye megmondtam.
Nem kell a pénzed. Inkább kend be a hátamat a naptejjel, jó? A karomat se hagyd ki. Oké. Homokot kevertél bele. Jó, tesz a bőrödnek, nyugi. A hajamat azért nem kell bekenni, oké? És kihagytál egy helyet itt a vállamnál. És túlzottan élvezed is ezt a dolgot. Hát a logikám azt súgta, hogy fel foglak izgatni. Szemtelen vagy. De meg olyan édes vagy, amikor oda tapadsz a komputerhez. Hagydamba! Hagydamba. Jó estét, Mike, Ashley. Jó estét, Mr. Smith. Ezúttal nagyon komoly ügyel van dolgunk. Ashley, biztos vagyok benne, hogy a Taylor Leeds név sokat van magának. Persze, együtt képeztek ki bennünket az MI6-nél. Miss Leeds-t felbérelte a Suarez kokain kartel. Ez nem túl jó hír. Az a lány rendkívül felkészült és nagyon veszélyes. Már majdnem 2 hete Kolumbiában tartózkodik. Ez idő alatt sikerült megnyernie 2 másik ügynököt is, hogy Suareznek dolgozzanak. Tudják, hogy miért kell neki ennyi ügynök? Feltételezhető, hogy Suarez jelenlegi szervezetét ki akarja terjeszteni valami egészen új területre. És ebben a munkában Taylornak döntő szerepe lehet. Kapcsolják le, magukra van bízva, hogy hogyan. De be akarom vonni Frank Nelsont. Mindkettőnket ő képzett ki. Ő ismeri a legjobban Taylor Leeds-t. Nelsont már utána küldtük, de Taylor megölte. Mi legyen Suarezzel? A legfontosabb, hogy Taylor ne vonhasson be egyetlen további ügynököt sem, és ha lesz rá mód, ha képesek lesznek rá, semmisítsék meg Suarez teljes akcióját. Még ebéd előtt befejezzük az akciót? Tudom, hogy a kiképzés idején Taylor volt a legkeményebb versenytársa, Ashley, de ezúttal maga mellett vannak, akik akkor nem voltak magával, Mike és a csapat. Nagyon magabiztosan vetett bele magad ebbe a Taylor ügybe. Csak azt teszem, amit tennem kell. Ha kinyírta azt a fickót, aki kiképzett mindkettőtöket, akkor az a nő a kiképző tisztnél is jobb. Mike, Taylor szerintem mindnyájunknál jobb. Hát akkor mesélj el mindent, amit tudsz róla. Tudod, rengeteg időt töltöttünk együtt. Mégsem vennék rá mérget, hogy ismerem. Pontosan mennyi időt? Az MI6 az nem CIA. Ott nincsenek csoportok. Mindenkit egyénileg képeznek ki. Vagy legfeljebb 2-esével. Én Taylorral voltam együtt. Vele dolgoztam minden áldott nap. Egy éven át. És mégsem lettetek jó barátnők? Taylor az a fajta ember volt, akihez nem lehetett közel kerülni. Neki valahogy mindig megvolt a maga világa. Hát úgy tűnik, valóban a maga útját járta. Az MI6-es ügynökök nem szoktak kiszállni. Szerinted mi történhetett vele? Én sem tudom. Baránkiában leszünk kb. 3/4 óra múlva. Brett és Kett nem sokára megérkezik a terepjánóval. Amint odaérünk, meg akarom nézni, mi szerepel az aktákban Suarezről. Barranquilla, Kolumbia. Oké. Ebben a jelentésben az áll, hogy tavaly márciusban letartóztatási parancsot adtak ki ellene. De óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az ügyben eljáró bírót meggyilkolták. 8 bírónak adták át később az ügyet, közülük 4 már halott. Most az a helyzet, hogy ismét elhalasztották 1 hónappal a tárgyalást. Ugye nem azt akarod mondani, hogy ilyen könnyen megúszta a dolgot? Nem, mert belépett Bayer Gabíró. Hogy meddig jut, az már más kérdés. Mit tudnak Suarez magánéletéről? A felesége és a gyerekei Medellínben élnek, de Suarez Barranquillába jár szórakozni. Milyen egy érzőszívű ember. Amit olvastam, arra enged következtetni, hogy ez a ti Mr. Suarezetek amolyan fejvadász, aki különös érdeklődést mutat a jótestű vörös cicuskák iránt. Ki kell eresztenünk a vörös cicuskánkat. Igen? Szóval nincs nagy hangulat, csak éjfél után. Hé, mióta vagy te ilyen nagy bárszaktekintély, mi? Brett volt? Igen. Tomival együtt megtalálták Suarez központját. Egy éjszakai bárban, nem messze innen. Az az érzésem, hogy Taylor is ott lesz. És hogy képzeled az akciót? Ha ez Suarez törzseje, akkor ott hemzsegnek majd az emberei. Úgyhogy nem kaphatjuk el Taylort. Csak jó stratégiával kapcsolhatjuk le mindkettejüket eredményesen. Vagyis Taylort össze kell ugratni Suarezzel.
Remélem a női megérzése fontos volt, és Taylor eljön, mert különben nem szívesen töltöm az időmet ilyen helyeken. El fog jönni. Egy lépésre már is előre tartunk. Suárez. És kb. Egy percen belül Kett bedobja magát tetőtől talpig. Tűnőség. A jól fésült emberünk oldalán az a fickó Diego hadnagy. Azt mondják, elég nagy barom. Ezek a nők untatnak. Még túl korán van. Mire a másik dolgot lerendezzük, megérkeznek az igazi pipik. Nem akarok addig várni. Hát, mit szólna ahhoz a szőkéhez? Nem, nekem az kell. Ez a véres. Megértem. Hölgyem, szabad egy táncra? Úgy tűnik, bekapta a csalit. Foglaljon helyet, kérem. Mennyi ideig marad Barranquillában? Csak néhány napot. Elkészítünk pár magazinképet. Akkor ezt meg kell ünnepelnünk. Diego? Igen? Mike? Ő az. Taylor Leeds. Valami baj van? Az a nő. Azt hiszem, pár napja láttam már Medellínben. Az lehetetlen, mert ismerem. És egy hete ki sem tett a lábát Barranquillából. Biztos, összetévesztettem valakivel. Biztosan. Jól nézel ki, Taylor. Nos, már számítottam rád, de nem ilyen hamar. Meghívhatlak egy italra? Kérem! Szóval, következik az emlékest. Beszélgessünk arról, amit elkövettünk a királynőért és a hazáért. Még most is a királynőért és a hazáért tesszük. Kilátástalan embervadászattal bíztak meg, ezzel ugye tisztában vagy. Meg kell állítanom azt a nőt, aki meggyilkolta Frank Nelsont. Frank az utamban volt. Semlegesítenem kellett őt. Rutin munka volt, nem igaz? A játék neve kém a kém ellen. Ez valóban rutin feladat volt. És hidd el, én is szívesebb bejátszanék tiszta játékokat. De ezúttal sokkal többről van szó. Az élet már csak ilyen. Egyáltalán minek beszélgetünk mi itt? Szemtől szembe akartam beszélni veled. Mert van egy esélyed. Vagy feladod magad, ha nem, én kaplak el. Te? Tudod, Taylor. Mindig is ez volt a gyenge pontod, hogy azt hitted, neked nincs is olyan. Neked meg tudod, mi a gyenge pontod? Hogy a tisztességed naivvá tett. Hogy nem vagy könyörtelen. És hogy hiányzik belőled a gyilkos ösztön. A helyedben én erre nem fogadnék. Nehogy ugyanabba a hibába es, mint Frank. Menj haza, Ashley. Különben megöllek. Szia, Chrissy. Milyen érdekes szerelésben vagy. Randid lesz ma? Nem, én csak szóval valami különlegeshez volt kedvem. Semmi egyéb, minden rendben. És mi újságod át? Minden oké. Marcos segít nekem, hogy teljes képünk legyen a Carter. Rendes gyerek, mi? Persze, különben egész nap ezen dolgozhatna. Azért ne tiggasszátok ki magatokat a mi kárunkra. Ó, dehogy, ilyesmit mi sose tennénk. Viszont kaptam néhány információt a szövetségi kapcsolatomtól. Chris épp a kábítószer ellenes nyilvántartást ellenőrzi. Holnapra minden szükséges adatot prezentálunk. Kösz, Chrissy. Sikerült elhinteni a magocskát, ami szétfeszítheti Taylor és Suárez remek együttműködését. Diego ki nem állhatja Taylort. Ez nekünk nagyon jól jön.
Tudod, minek örülnék most a legjobban? Ha a közreműködésünkkel egymást marnák meg. Szerinted van erre esélyünk? Nem tudom. Gyerünk, mit súg a híres megérzésed? Te nem veszed komolyan ezt a dolgot. Komolyan venném, ha tudnám, hogy segít. Oké, tegyünk egy kísérletet. Csukd be a szemed. Hol van most a kezem? A karod végén. Nagyon vicces. Oké, Mike, lazíts. Figyeld a légzésedet. Ne gondolj semmire. Próbáld elképzelni a kezemet. Összpontosíts arra, hogy érzed. Rendben. Nos, hol a kezem? Nagyon jó. Látod, megcsináltad. Csak ráhibáztam. Hát, hívd, aminek akarod, de érezted és nem tévedtél. Hallasz engem? Igen, de nálam elég rossz a vétel. Taylor most ment be a klubba. Azt hiszem, ki tudom hangosítani a beszélgetést. Vége. Kérem, foglaljon helyet. A szövetségi bíró, Andres Bajerka. Szálka a szememben az a fickó. Holnap, mint minden szombaton, ki fog lovagolni a bíró úr. A Barranquillai part egy elhagyatott szakaszára. Bárga bíró az utolsó, aki tönkre akar tenni. Ha őt sikerül kiiktatni, a peremet meghatározatlan időre felfüggesztik. Egyedül fog kilovagolni? Nem, vele lesz a testőre. Ehhez maga nem fizet eleget. Taylor, már meg akartam kérdezni, nem járt véletlenül Medellínben a napokban? Nem, miért kérdezi? Csak úgy. Legközelebb megismerkedhetne a feleségemmel, ha oda megy. Mr. Suárez, engem a maga felesége egyáltalán nem érdekel. Én csak a pénzemet akarom. Utána. A felét előre megállapodtunk. Értse meg, csak ma délután tudok fizetni. Addig nem dolgozom, amíg nem fizet. Ma délután. Nem lenne kedve inni valamit? Diego, hozom Miss Visznek egy pohár pezsgőt. Már is. Ne fáradjon. Munka előtt sohasem szoktam inni, mert tupítja az érzékeimet. Salute. Felvettem az egészet. Majd szólok, ha elindul a nő. Később utánad megyek. Egy napunk van rá, hogy leállítsuk Taylort, mielőtt elkapná a bírót. Te is ugyanarra gondolsz, amire én? Taylort egyetlen módon tudjuk megszorítani, a pénztárcájánál fogva. Szóval ez is erre játszik. De hogy tudjuk távol tartani a fickót az embereitől? Hát, meghívjuk. Oh, Kat! Hívtatok? Nincs kedved egy kis modellkedéshez? Ne. Jaj, ne. Azt már nem. Suárez miatt, ugye? Akkor végképp nem tudom levakarni magamról. Mindenkinek kell egy kis áldozatot hozni. Szólj Brettnek, hogy vigye a fényképezőgépet. Addig pedig hívd fel a kis Rómeódat. Fogadok, hogy szívesen megnézne. Isten, ilyen nézel ki, szenzációs vagy kis cicám, most pedig kukkancs a gépbe, a közepébe. Nézd lefelé a gépbe, drágám, igen. Oké, remek volt. Oké, most nézd a vizet, szépen fordulj egyet, élvezd a pillanatot. Gyönyörű, aztán vissza, átfordulsz jobbra. Na, még egy kicsit, még egy kicsit. A barátuk megjött? Megám. Odafentről bámul az a szemét. Akkor jó. Mutassunk neki valamit, amitől elolvad. Ez az. I'm back, baby. Teddy's home. Good kid, baby, I've been watching.
Jó éjszakát, kedvesem. Remek volt, főnök. Ne túlozz. Jól figyeljenek. Nem tudom, hogy kik maguk, de az biztos, hogy végzetes hibát követtek el. Ezúttal maga hibázott. Most, hogy Suarezt elkaptuk, Taylor nem juthat túl messzire. Nem fog ártani a bírónak, amíg ki nem fizetik. Viszont addig nem fizetik ki, amíg Suarez ki nem szabadul. Legszívesebben itt lepuffantanám. Csillapodj. Várj, még nincs elég bizonyítékunk, hogy felszámoljuk az egész szervezetet. Tudod, hogy itt ő az Úristen. Egy órán belül vérdíjat tűznek ki a fejünkre. A pénzemet akarom, hol van Suárez? Talán magától megtudhatom. Órák óta nyoma veszett. De hát hová tűnhetett? Egyedül hagytam egy dögös modellel. Lehet, hogy a maga barátnőjével. Gyönyörű, vörös hajú pipi. Na ide a pénzzel, Diego! A kifizetésekről Suárez dönt. Ha ő nincs, pénz sincs. A cége tartozik nekem, maga a cég alkalmazottja, úgyhogy fizessen ki szépen, mire vár! Ne fenyegetőzzön, szép hölgy! Amíg Suárez előkerül, én vagyok a főnök. Igen, persze! Maga! Bizony én. Én és ez a bombázó most szépen megetetjük uraságodat. Harapni tilos, és csukott száján rágjon. Maguk vagy tökkel ütött bolondok, vagy nagyon bátrak. Vagy mindkettő. Szerintem Brett hülye és bátor. Kösz. Tényleg azt hitték, hogy kijuttathatnak Báránkijából? Azért idáig elhoztuk, nem igaz? Ez nem játék. Na most aztán egészen rosszul közelíti meg a kérdést, uram. Mind meg fognak halni. Lassú és fájdalmas halállal. Ez biztos ígéretnek vehetik. Nézze, miszter! Az én megítélésem szerint maga egy szemétláda. Mi tulajdonképpen Taylort akarjuk, csak olyan könnyedén elrabolhattuk magát, hogy nem tudtunk ellenállni. Miss Leeds, tökéletesen bebizonyította a haszna vehetetlenségét. Ó, most alukálunk. Rendben. Na, hogy ment? Taylor, soha többé nem dolgozik ebben a városban. Helyes. Csak azt nem értem, hogy fogunk zöldágra vergődni egy fickóval, aki ellen érvényes elfogadási parancs sincs kiállítva. Ashley épp ezt tisztázza Baerga bíróval. Menj és segíts inkább Tominak, jó? Oké, mit találtatok számunkra? Még dolgozunk rajta. Mr. Smith kiküld néhány elhárítót. Bogotától kb. 12 kilométerre lesz velük a találkozótok. Szóval ezt egyszerűen át kell nekik adnotok. És lesz valamiféle biztosításunk? Erről nincs információm, az ügynököktől fogjátok megtudni. A helyszínt én adom meg nekik. Kösz, Chrissy. Kat, ellenőrizd az útvonalat, de légy óvatos. Taylor lehet, hogy figyel. Ha bármilyen gondod lenne, rádión jelezd. Egyébként találkozó 14 órakor. Rendben. Brett, hallasz engem? Igen, mondhatod. Az átadás helyszíne 12 kilométerre északra lesz a Quintal kanyartól. Tartsd szemmel Taylort. Értettem. Éppen most jött ki a klubból. Kutyuskám, dobd el a fegyvert!
Ne közelíts! És a fülhallgatót! Okos kutyus! Na, indulás! Suárez? Mire gondolsz? Az jutott eszembe, hogy milyen megszállott volt Taylor. Állandóan edzett, tanult. Még ha randevúra ment, akkor is megkért valakit, hogy kövesse, nehogy meglepetés érje. Intim randevúi lehettek. És amennyire én ki tudtam elemezni őt mostanra, azt hiszem részben neki köszönhetem, amit tudok. Mert igazi kihívás volt utolérni az ő koncentrációs képességét. Akkoriban rettegtél tőle, ugye? Igen, így volt. És most? Tudod, ha egy nő olyan könyörtelenné válik, mint Taylor, tulajdonképpen elveszíti önmagát. És a megérzését. Pontosan. Nem. Mi rendelkezünk még valakivel. És a csapat. Hát ez az én előnyöm. És a megérzéseit. Sziasztok! Új hírem van számotokra Suárezről. Mr. Smithnek igaza volt Suárez terjeszkedési terveit illetően. Az oroszokkal szövetkezik. Köszönöm, Chrissy. Én most indulunk, hogy találkozzunk az ügynökkel a megbeszélt helyen. Indulunk. Bedrótozott. Hogyha megmozdulok, felrobban. Maradj a kocsi mellett. Hol a bomba? A hátamon. Mike, ne nyúj semmihez. Ráadásul távirányításos. Menj a kocsihoz és hozd ide Suárezt. Először te vagy sorompajtás. Milyen elragadó szolidaritás! Dobd el! Nézze! Másképp is elintézhetjük az ügyet. Az új munkatársad egy igazi diplomata, nem igaz, Ashley? Mondd a feltételeidet. Suárez, ifjú barátodért cserébe. Egy pillanat? Nincs alkudozási esélyed. Megkapod Suárezt. De előbb dobd ide a távirányító szerkezetet. Gyerünk! A helyedben nem kapkodnék. El vagyok bűvölve. Remekül csinálta. A kimentése művészi teljesítmény volt. Minden tiszteletem és megbecsülésem a magáé, Taylor. Sajnálatos módon azonban túlságosan is hírneves lett. Ezt hogy érti? Úgy értettem, hogy ideje továbbállni, amint beérünk az irodába, kifizetem magának, amivel tartozom. Sőt, még többet is. Nálam van a pénz. Na, induljunk. Suárez! Megállni! Nos, úgy tűnik, megmentette az életüket. Most viszont nekem kell biztonságban lennem. Miért nem csinálod egyedül? Te vagy a szakértő, ezért szépen velem jössz, igyekezz! Megfordulni! És hogyha bármelyiküknek eszébe jut, nagy kövessen. Ashley meghal. Erre mérget vehetnek. Gyerünk! Mike, ugye nem hagyod, hogy csak így elvonuljon? Nincs más választásunk, hatástalanítani kell a bombát. Oké, hogy néz ki? Enger alakú háromhuzalos, mind különböző színű és a távirányítóhoz kötött. Van olyan, ami a mellkason feléjen? Nincsen. Akkor jó. Tommy? Igen? Gombold ki a legfelsőbb gombomat a Jackin. Főnök, a nagy ujjaddal és a mutató ujjaddal tartsd a Jackin vállait. Ha túlságosan megmozgatsz, akkor felrobbanunk és átrepülünk a másik oldalra.
voltam. Lassan. Rendben, tedd le, de óvatosan. Rendben. Elég messzire eljöttünk. Add ide a távirányítót. És most mit csinálunk? Futunk. Ashley, az előbb mondtam neked. Nem vagy abban a helyzetben, hogy követelősz. De megállapodtunk. Brettet Suárezért. Jaj, te olyan naív vagy. Ne! Jól vagy? Igen, kösz, haver. Keressük meg Ashley-t. Én már meg is találtam. Soha nem fogsz kijutni élve az országból. Ezzel ugye tisztában vagy te? Te ijeszgetsz engem, Ashley. Már minden hiteledet elvesztetted. Még a legfőbb szabályról is megfeledkeztél. Soha sem eshetsz fogságba. Ahogy mondod, milyen furcsa. Mindig is a kutatás és elemző részlegbe szántak téged. Neked a papírmunkánál kellett volna maradni. Gyerünk! Számos hasznos dologra fordíthatnád ezt a pénzt, Taylor. Nem akarod jótékonysági intézményeknek adni, egy rehabilitációs központnak mondjuk. A humorérzéked még mindig a régi. És a tiéd hová lett? Ha csak a pénz érdekelt, akkor miért jöttél az MI6-be? Az izgalom miatt. Ezt még a nagykutyák sem vették észre a felvételinél. Igyekezz! Meséltem neked arról, amikor utoljára beszéltem Frank Nelsonnal. Egy óránba telt, amíg kihámoztam, mit is akart mondani. Arról beszélt, hogy lekapcsoltad Omán Nesimet, az elfoghatatlannak vélt terroristát. Olyan büszke volt rád. Hogyan ölted meg? Pisztollyal? Késsel? Vagy megfojtottad? Lelőttem. És erről ne fecsegj többet. Teli találat volt? Vagy beletelt egy kis időbe, míg meghalt? Hagyd már abba! Igyekezz! Élvezd csak a vérdíjadat. Köszönöm. Bomba van benne, Taylor. Na, ne próbálj behetetni, Ashley! Állj fel! Azt hiszem, most meg kellene köszönnöm. Ne aggódj, a szokás hatalma. Na, nincs semmi bajod? Jól vagyok. Kett, vásd fel Ashley-t. Nézzük át az aktákat. Ha rátalálunk Suárez orosz kapcsolatára, akkor az egész akciót meghiúsítjuk. Nézd, ez itt Suárez egyik fedőcégének az aktája. Nevek, dátumok, feladói bizonylatok, oroszországi helyszínek. Társaságunk van, Diego meg négy gorilla, állik felfegyverezve. Figyelj, hívd Arthurt, mondd, hogy azonnal jöjjön ide, segítenie kell. Én az oldalbejárathoz megyek. Arthur! Fedez!
Arthur! Azt hittem csak a Digit szereted. Ez történetesen klasszikus, de jelen körülmények között úgy gondoltam, ez is megfelel. Végeztünk. Mennyit fizet magának ezért, Ashley? Én olyasmit csinálok, aminek a pénzhez semmi köze. Elárulhatok még valamit? Nem érdekel. Bárki mondta, hogy maga jobb Ashley-nél, az kapitális bakot lőtt. Azt hiszem, kezdem kapizsgálni ezt a női megérzés dolgot. Biztos, hogy ezúttal nem csak úgy ráhibáztál? Rendkívüli munkát végeztek. A maguk közreműködésével Suárez akciója teljes kudarcba fulladt. Meghiúsult az a terve, hogy a posztkommunista országokban terjeszkedjen. Remélem, ebből a Suárezhez hasonlók is tanulnak valamit. Jó belegondolni, hogy beleszóltunk a dolgok menetébe. Lehet, hogy valamelyik szibériai fiatalnak éppen miatt lesz nehezebb rászokni a kábítószerre. Baerga bíró is elismerését fejezte ki. Nem olyan könnyű Kolumbiában életben maradni. Az egész csapatnak köszönet jár mindenki. Szóval, ha legközelebb Kolumbiában lesz dolgunk, és tilos parkolásért meg akarnak büntetni, akkor elintézi a dolgot? A levegőt azért vehetnél. Mielőtt még elfelejtem, külön szeretném megköszönni Ashleynek, hogy sikerrel megoldott egy ilyen nehéz megbízatást. A viszontlátásra. Nekem is van egy kis meglepetésem. Ez jár annak, aki mindenek előtt bátran helytállt, ahogy most is. A 70-es évek diszkó szuper sikerei. Mostantól barátunké, Arthuré, ki érdemeltet pajtást. Te vagy a legjobb. Köszönöm. Igazán nem érdemeltem meg, vagy mégis? Ó, erről jut eszembe. A fényképek. Brett képei Catről megjöttek alapjából. A művészeti vezető számára. Ez nem lehet igaz, hisz mindegyik teljesen homályos. Ezt akarattal csináltad, ugye? Igazam van? Lehet, hogy hibás volt a film, Arthur. Vért izzadtam a beállításokkal. Szörnyű, de akkor is te vagy a legnagyobb művész. Nem lehet igaz, hogy a szakértelmet így sárba tiporják. Arthur, jaj! Arthur, ne csinálj! Ne merj hozzám szólni! Lehet, hogy homok került a gépbe. Nem érdekel! Nos, van valami jelenteni valótok a számunkra? Marcus? Nincs. Semmi? Na komolyan. Ez egy csaló. Nem is vagyok csaló. Fogadtunk, nem? Megmondtam, hogy Ashley lekapcsolja azt a Taylort. Ő azt mondta, nem sikerül. Ennyire sem bízol bennem, Marcus. Kolumbia elég durva hely, csak ezt mondtam. De elkapta Taylort, viszont életben van, úgyhogy nem ér a fogadás. Ami azt illeti, mi is megkötöttük a magunk fogadását. Én azt mondtam, hogy ti ketten... Szóval összejöttök. Én azt mondtam, hogy nem. Összejövünk. És mi nagy pénzben fogadtunk. Én meg se szólalok. Az én számom meglakat van. Ide a pénzzel. További magyar hangok. Balog Erika, Varga Tamás, Balázsi Gyula. Magyar szöveg Hutterer Ingrid, vágó Pál Géza, rendezőasszisztens Gál Erika, hangmérnök Gellén Attila, gyártásvezető Veres Mihály, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Film Kft. Stúdiójában készült. Produkciós vezető Bújtor István.